azt mondom nekik mindig, hogy ez a vallásosság, ez a kereszténység nem csak annyiban van, hogy elolvassuk a Bibliát és vasárnaponta elmegyünk a misére, hanem szerintem sokkal, főleg a napjainkra sokkal jobban az emberhez is szól esetleg, és az ember lelkét is egyengeti akár a vallás. És szerintem egy nyugodtságot is ad az embernek az, hogy van kihez fordulni, van egy felsőbb hatalomhoz fordulni. Szerintem ez nagyon nagy probléma, hogy a keresztényekhez olyan sztereotípiákkal fordulnak, amik nem biztos, hogy azért mindenkire érvényesek, nem biztos, hogy mindenki csőlátó, meg miért ne lehetnénk mi jó keresztények attól, mert mondjuk mással találkoztak, aki meg még nem volt annyira előre haladott a hitében. De hát mindannyiunknak el kell kezdeni valahonnan. Egy vallást nem tudunk arról megítélni, hogy egy embert megismerünk, és akkor az egész vallás olyan, mivel mint minden ember különböző, így mindenki teljesen máshogy gyakorolja például a vallását. Mik azok az egyházzal kapcsolatos sztereotípiák, amik miatt időnként, amiket úgy megkapunk, és kellemetlenül érezhetjük magunkat egy-egy szituációban? Hogy egy keresztény az nem élvezheti az életet, vagy csak azért, mert mondjuk nem szeret minden nap bulikba járni, inkább elmegy egy olyan közösségbe, ahol jól érzi magát, és kívülről ez úgy tűnhet másoknak, hogy ezek nem ugyanolyan kikapcsolódások, mint mondjuk egy buli. Azt hiszik, hogy mi nem vagyunk ettől boldogok, és azt hiszik, hogy ettől így be vagyunk skatuljázva. Igen, hogy ez nem egy lakatránk, ami korlátoz minket, vagy nem enged meg dolgokat, inkább egy segítség az élet folyamatában, hogy hogyan cselekedjünk, hogyan legyünk jó emberek, és például halálunk után is jó helyre kerüljünk. A vallás ad lehetőséget ahhoz, hogy megbánjuk a hibáinkat, és jóvá tegyük őket. Úgyhogy ugyanúgy emberek vagyunk mi is, és hibázunk mi is. El lehet követni rossz dolgokat, meg is kell őket gyónni, de szerintem maga az egyház az egy megértő társaság. Nagyon sok ember látja azért, hogy a keresztények azért boldogok, meg úgy folyton mosolyognak, meg életvidámak, egy kicsit olyan irigy szemmel is tekintenek ránk a más emberek, hogy nézik, hogy milyen jó nekünk, meg hogy ilyen boldogok vagyunk, és nem értik, hogy ez hogy lehet, meg mint lehet, viszont valami gátolja őket ebben, hogy csatlakozzanak az egyházunkhoz, de az is lehet, hogy egyszerűen csak nincs elég idejük a vallásra, vagy hogy úgy gondolják, hogy van fontosabb dolguk is, és ezzel amiatt nem szeretnék a vallásosak élni. Valaki azt mondta nekem, hogy miért menjek én templomba, mikor vagyok így is olyan jó ember, mint azok, akik ott vannak. Mit szóltok ehhez? Ez igaz lehet egyébként természetesen, de szerintem fontos eleme a vallásunknak az, hogy mi ezt a jóságot nem magunknak szeretnénk megtartani, hanem megtanuljuk a vallásunk által ezt továbbadni. Hogy ne csak mi örüljünk ennek, hanem segítsünk ezzel másoknak, vagy ezt az örömöt, az életvidámságot a más emberek életébe is átvigyük. Meg misére azért is járunk, mert tudjuk azt, hogy ezt a sok jó, ami van az életünkben, azt nem magunk értük el, hanem leginkább Istentől kaptuk, és elmegyünk megköszönni ezt, aki hálát adni. A mi hitünkkel kapcsolatban van egy dolog, amit itt a Földön nem tudunk elérni és megvalósítani, és ez a bűnbocsánat. És az az új élet, amit Jézus Krisztusban kaptunk, és amiért egyébként Szentmisére megyünk, hogy ez az élet az Eukarisztia által megújuljon bennünk. Nem azért megyünk templomba, mert jó emberek vagyunk, hanem azért, mert mi fölülről várjuk a segítséget, a lendületet ahhoz, hogy nem csak egy vasárnap délután erejéig, hanem a következő 6 napban, a következő vasárnapig tudjunk helyes úton maradni. Nyilván sok kritikát meg lehet fogalmazni az egyházzal, a kereszténységgel kapcsolatban, de én azt hiszem, hogy valószínűleg a világ felől is van egy irreális elvárás. Tehát azt várják, hogy igen, oda tartozol, akkor neked tökéletesnek kéne lenned. Márpedig nem vagyunk azok.
mert emberek vagyunk, és ugyanúgy vannak bűneink. És ami bennünket talán megkülönböztet az, hogy megtaláltuk a bűnbocsánat forrását és az újrakezdés lehetőségét.